A Mikulás is ellátogatott a decemberi csibecsalogatóra a Felsővárosi Általános Iskolába, amely során a gyerekek vidám énekekkel várták a nagyszakálló érkezését, aki ajándékokkal hálálta meg a szívélyes fogadtatást. Minden évben rendszeresen megszervezzük az óvodás foglalkozást, így csalogatva az elsősöket, vagyis a leendő elsősöket az iskolánkba, és az idén ez a harmadik rendhagyó óvis foglalkozás, mivel Mikulás bácsit fogunk várni. A csalogatók során az apróságokat különböző kézműves foglalkozásokkal készítik fel az általános iskola lét kihívásaira. Ezúttal angyalkát, Mikulás csizmát és különböző karácsonyi díszeket készítettek, a munkába nagy örömmel vetették bele magukat a kicsik. Az idén egész szép számban jöttek össze a gyerekek, az első és a második foglalkozásra is. Voltak, akik visszatértek, és most is látom, hogy többen vannak, akik az első kettőn is voltak. Úgyhogy bízom benne, hogy sikerül összeszedni annyi gyereket, hogy két osztályt tudjunk indítani szeptembertől. A Felsővárosi Általános Iskola jövőre 3 további foglalkozással várja a fiatalokat. A következő január 15-én, a beiratkozás pedig március 18-19-én lesz.